Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Rövidlapos Podcast harmadik évadának második része. Én Kertész Bence vagyok, és itt van velem állandó társam Szűcs Marci. Szia, Marci! Szia, Bence, sziasztok! És az előző heti videóban ugye nem volt képünk, ez most is így van még, de dolgozunk rajta. És az a helyzet még pluszban, hogy ugye a témáink ma pedig a már többször is említett Európa-bajnokság lesz, illetve az ifjúsági, illetve serdülő Magyar Kupa Final Four. Úgyhogy az intro után jövünk is. Sziasztok, én Szűcs Márton vagyok, és itt van velem Kertész Bence, és ez pedig a Rövidlapos Podcast első adása. Teljesen mindegy, hogy ki az, aki jön, ott azt a mérkőzést meg kell nyernünk, ott nem hibázhatunk. Hát mindenképpen győzni mindig jó. Forgassák le a következő Terminátor filmeket. És szia, Vanda! Sziasztok! Ilyen évzáró és évadzáró adás. És vissza is jöttünk, férfi-női válogatott. Válogatottal lenne érdemes kezdeni. Akik átvették sajnos a férfiak szerepét, ami a világbajnokságot illeti, nyilvánvalóan nem ugyanaz a keret ment, bár egyébként a nagyja ugyanaz volt, de azért kivettek belőle egy keszthelyi Ritát, aki azért a legnagyobb vezére volt, és úgy tűnt, hogy vezérszerepet nem nagyon tud most más betölteni, vagy ilyen szinten egy-egyben pótolni, a keszthelyi Ritát még nem lehet. És ezáltal ugye nem is került a legjobb négybe se bejutni, nyilván ez a csoportkörből indult, ami két vereséggel kezdtünk a két fontos meccsen. Viszont egyéni díjat sikerült elhozni. Igen, hát igazából én is egyet értek veled az ügyben, hogy ugye felcserélődött, meg hát ezzel mindenki egyet ért, és... Az abszolút ugyanaz volt, mint a fiúknál. A múlt héten azt mondtad a VB-n, hogy a fiúknál már szerinted a csoportmeccseken elment, vagy látszott, hogy ez nem lesz annyira jó, és hát ugye itt is ugyanez volt, hogy látszott, hogy annyira nem lett jó, nem lesz jó. Tényleg az van, hogy a Keszthelyi Ritát nem sikerült annyira helyettesíteni, illetve hát ugye a másik hiányzó, ugye Ribanska Natasa, akinek a sérülése miatt nem tudott utazni az Európa-bajnokságra, ugye ő is egy nagy hiányzó volt, hát őt se sikerült annyira helyettesíteni. Lehet erre is fogni, de úgy gondolom, hogy annyira nem érdemes. Egyébként vannak olyan játékosok, akik jó jeleket mutatnak, és a közeljövőben, vagy az elkövetkezendő 1-2-3 évben komoly szerepekhez fognak jutni, és Bíró Attila komolyan számolhat velük. Úgyhogy én ezt gondolom róla, te még valami... Nem lesz, voltak pozitív dolgok, hogy azért látszik, hogy a nemrég beépített játékosok el vannak, a Dömsori Dalmának szerintem annyira nem volt jó EB-je, de első világverseny, és a potenciál benne van. Egyébként többet látok benne hosszú távon, mint Maiőben, aki egyelőre még nem tudja ugyanazt hozni a válogatottban, mint a Dunaújvárosban. Parks pedig természetesen adja magát. Itt center hely a kérdés. Igen, említetted Ribanska Natasát, ő azért hiányzott, azért is, mert ő tényleg egy mindenes egyébként, akit nagyon sokat bekkel, nagyon sokat centerezik, több mint 190 centi magas, nagyon hosszú keze van, ezt mindenhol tudja, fában, kapufában nagyon erős az ember lőny megjátszásoknál, tehát tényleg nagyon jó és nagyon fontos játékos. Egyébként azt nyilatkozta UVS-ének a szezon előtt, hogy szeretne az UVS-ben ő már húzóemberként szerepelni. Nem is gondolom, hogy bátor vállalás, hanem ez a realitás. Róla azért nem beszéltünk sokat, és szerintem mások sem annyira,
ő nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek alatt, és abszolút kiaknázza a saját lehetőségeit, és kihasználja a dolgait, és a nagyon komplex játékos. Hiányzott az EB-n nagyon, ennek ellenére az ott levőknek sem ment ez a legjobban. Farkas is bemutatkozott, azt gondolom, hogy ő benne is van. Most ugye a Fradiban fog játszani, amelyik nagyon megerősödött most. Úgyhogy bármi lehet. Egyébként nem sokára indul majd a női bajnokság is. Az EB nem nézett ki jól. Ehhez nem is nagyon van mit hozzáfűzni. A kapus kérdés lesz még érdekes egyébként, mert én arra számítottam, hogy Neszmé Bobi fog menni Magyarival. Nem mindenki. De nem, hanem az Egerből majd kis Alexandra. Kíváncsi vagyok. Nyilván magyar javada lesz valószínűleg az elkövetkezendő 8-10 évben a vállalatot első számú kapusa. Ezt talán már most is ki lehet jelenteni, mert a világ egyik legjobbja a posztján. Az, hogy mögöttem mi lesz, az is érdekes kérdés. Centerben is vannak érdekes kérdések, hogy végül itt mi lesz. Az utánpótlás világversenyeken egyébként nem volt problémánk ebből, és hát a jelenre nem olyan szép most tekinteni az EB után, de a jövőre érdemes, mert ott vannak, főleg az UVS-ében a nagyon-nagyon tehetséges 16-18 éves fiatalok, akikről ugye esett szó az előző adásban a világversenyek kapcsán, hogy én azért várom akár már azt, hogy már ebben az olimpiai ciklusban egy-két ember be legyen építve. Szegedi Pannyinak már volt is meccs a válogatottban, többek között. Úgyhogy lehet többeknek, és egyébként Peresztegi Nagy Kinga is ugye ott volt most ezen az EB-n. Neki is ez volt az első. Ő szerintem nagyon, nagyon jó játékos arra a kapás oldalra, tehát hogy ha most mondjuk a legerősebb 13-ban nem is lenne benne, biztos, hogy neki is van még azért legalább mindenkinek 2 éve, de annyi az olimpiáig. Úgyhogy itt nagyon-nagyon nagy lesz a harc, és jó játékosok közül kell válogatni, nyilván a legjobbakat is arra fogja sarkalni, hogy még jobban küzdjenek. Mert a jövőkép jó lehet, a jelen az most annyira nem sikerült jól, de szerintem itt nem kell kétségbe esni, pláne nem annyira, mint mondjuk a VB után kellett a fiúknál. Igen, hát azért a... Igen, tehát a fiúknál a VB után azért voltak ezek a nagy kétségbeesések, mert azért oda egy olyan csapatot rakott össze Márz Tamás, hogy azért ott mindenkiről tudta mindenki, hogy kicsoda, és nem volt semmilyen sérülés, illetve olyan dolog, ami ezt megakadályozta volna. Már hogy... fő esemény egyébként az volt, igen. Igen, és igen, és a lányoknál pedig ugye lehet erre fogni igazából, hogy alapból is ugye a Kesszeiri, tehát azt mondták, hogy pihentetik most ezen az EB-n. A Ribanszka Natasának ugye a sérülés az nagyon rosszkor jött, tehát az, hogy ugye ezt nagyon kivesézzük most ezt a témát, de tényleg az a helyzet, hogy vele nagyon nagyot bukott a csapatán, mondjuk egy támadásban lehet, hogy egy 2 gól, meg olyan kapufás mozgás, hogy mondjuk a kapás oldal, vagy a rossz kéz oldal még tudna lőni 2-t, vagy 3-at, meg védekezésben lehet, hogy egy -2 kiállítás másoknak, és lehet, hogy -1-2 gól. Úgyhogy vele nagyon nagyot vesztett a csapat, de hát akkor szerintem beszéljünk a fiúkról is, mert a fiúk meg... Na mondd! Én meg egy dolgot itt a női részleget, ezt maxoljuk ki, a Keszthely Vita átigazolása. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Erről én nem értem. Én nem értem. Te nem érted? Én hallottam teóriákat, hogy miért megy, miért nem, de nem értem. Engem abból, amennyit én tudok, vagy amennyit én képes vagyok látni innen kívülről, én ezt nem feltétlenül tartom egy ördögtől átigazolásnak. Hát most nézd, a Vágy Vandos kiigazolt, talán hiszem Olaszországban most válogatott játékosként. Ennek egyébként újra divatja lett, azt gondolom, meg ugye tavaly Park Rebeka is elment, Gangula Dino is elment, meg a fiúknál is, Zalán Kivámos, Marci, most valamiért újra ez jött, hogy hozzászoktunk az elmúlt években azt, hogy mindenki itt hol játszik.
Szerintem Ritának jót tehet. A 24-es olimpiáig számol magával válogatottban. Kérdés, hogy utána akár klubban, akár válogatottban mit vállal. Az, hogy kimenni, nyilván vonzó lehet külföldön játszani, nyilván azért új inspirációk kellenek, mert mi motiválhatja őt egy UVS-ében? Megnyerték az elmúlt talán 7 vagy 8 évben végig az összes bajnokságot. A magyar kupákba belebuktak az elmúlt pár évben, és azért nemzetközi szinten is lett volna hova, de igazából női UB1-es meccseken gyakorlatilag a mezőny kétharmadát úgy verték meg, ahogy szerették volna. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyenek a spanyolországi viszonyok, de ebből a szemben megértem, ha új kihívásokat szeretne keresni. Nyilván nekem is örülnék, ha az lenne a legnagyobb problémám, hogy 9-1-re is magyar bajnok leszek. Tehát ha motiváció keresés van, az jónak tartom, és az UVS szempontjából sem biztos, hogy rossz. Nyilván elveszel a legjobb játékosodat, ezzel vesztesz szakmailag, van egy bizonyos arcvesztés is szerintem, azzal, hogy a Keszthelyi a már nem nálad játszik, de azért nézzük meg, hogy szerintem ezzel sokkal több nyílik majd egy Faragó Kamillának, Eresztegi Nagy Kingának, akik már most is nagyon sokat vállaltak. Persze függően attól, hogy Rita éppen melyik poszton játszott. Ha éppen rossz kezet szön, akkor ott meg több hely nyílik egy Szegedi Panninak, érted? Tehát, hogy, és jönnek fel a fiatalok. Hát meg az UVS-ben ugye ez amúgy is nagyon megy. Már nagyon hosszú évek óta, hogy a fiatalokat beépítik, meg saját nevelésben vannak. Férfinői szinten, de hát azért inkább a nőibe ott nagyon hát de nőibe ezzel uralnak. Tehát, hogy, igen. És egyébként, ha meg így közelíted meg, akkor meg tényleg nem egy rossz gondolat. Én nem tudok semmit, hogy mit miért. Környezetváltás szempontból innen ez még jól is néz ki. Nem tudom, hogy más szempontokból mi van, nem tudom, hogy mi volt az oka. Nem volt szerencsém beszélgetni erről Keszthelyi Ritával, de ez mindenképpen érdekes, és meghatározhatja egyébként sok mindenkinek a jövőjét, neki a közeljövőjét, az UVS-ének akár a közel és hosszú távú jövőjét, bár ezek lehet más szavaknak tűnnek, meg egyébként a válogatottét is. Igen. Abszolút igazad van ilyen téren. Hát köszönöm szépen. Nincs mi. Úgyhogy akkor fiúk, akkor most a női témát azt teljesen kimaxoltuk szerintem, ahogy lehetett. Úgyhogy akkor fiúk, egy edzőváltás. Egy tragikus világbajnokság, vagy csúfos, vagy szomorú. Válassza ki minden kedves néző a számára megfelelő szót. Után szövetségi kapitány csere, Varga Zsolt került a válogatott élére. Ugye, aki esetleg nem ismerné, a Fradinak a vezető edzőjéről beszélünk. Volt is egy horvát felkészülési torna, vagy edzőtábor, vagy torna, ahol a nyilatkozatok alapján jó előrejelzéseket kapott Varga Zsolt a csapat felől, és ezáltal pedig az egész vízilabda társadalmat Magyarországon megnyugtatta arról, hogy nem lesz olyan rossz ez az EB. És hát igaza lett. Igaza lett, és nem is az, hogy nem lett rossz, hanem kifejezetten kitűnő. Tehát szerintem ezt ott a horvát tornához odaadták volna a Varga Zsolt elé a papírt, hogy akkor ti másodikak lesztek az EB-n. Nem írta volna alá. De lehet. Nem. Kizárólag azt, hogy aláírta volna. És pontosan azért, mert ő egy ilyet szerintem nem írna alá, pontosan ezért tartott, ahol tart, és akár tartott ott játékosként is, ahol tart. Ennek ellenére óriási eredmény, azt gondolom, egy ezüstérem. Nyilván sokan jöttek meg fiatal ütött csapattal. A szerbek rettenesen fiatal gárdával érkeztek, akiknek a felét valószínűleg Szávics el fogja küldeni egy hosszabb időre a válogatott környékéről, mert az ezen az EB-n pedig ők égtek le rettenetesen. Igen. És ugye a VB-n sem jutottak a négy közé. A horvátok sokkal gyorsabban fejlődtek, mint gondoltuk, hiszen a nagy visszavonulók után
a VB-n négybe voltak, az EB-t megnyerték hazai pályán. De visszatérve a magyarokra, az edző, ami nagyon érdekes volt, a VB után nagyon rossz hangok jöttek, szövetségkapitánytól, játékostól, mindentől, és akkor felvetődött a kérdés, hogy érdemes-e szövetségkapitányt váltani. Én azon az állásponton voltam, nem tudom te akkor, hogy láttad, hogy ha szakmailag voltak problémák ezen a világbajnokságon, de egyébként emberleg rendben vagyunk, akkor még egy budapesti hetedik helyet is meg lehet bocsájtani a szövetségkapitánynak. Ha megnézzük, hogy eddig egyébként milyen eredményeket ért el, és egyértelműen egy kompetens edzőről beszélünk. Ha emberleg csúszott szét valami közté és a csapat között, akkor lehet, hogy ez most kell ennek a szakításnak megtörténni és újítani. Két lehetőség volt, legalábbis két név volt gyakorlatilag a szövetség fejében, amire számítani lehetett. Az egyik Cseh Sándor volt, a másik Varga Zsolt. Az elmúlt 6-8 év legjelentősebb magyar klubedzői, szerintem ők ketten. Azt a két BL győzelmet, ami ebben az elmúlt 6-8 évben volt, azt ők érték el Szolnokkal és Ferencvárossal. A magyar bajnoki címeket gyakorlatilag, hát ugye Zsivkó az is nyert a Szolnokkal egy másikat, de egyébként mindez a két edző vitte, most erre pontos számot nem tudok mondani. És talán végül az könnyítette meg ezt az EP nagyon nehéz döntést, hogy Cseh Sándornak nagyon fontos munkája van az utánpótlás válogatottaknál, amikből az élőt nem tervezték volna megmozdítani, és végül hozott egy nagyon érdekes egyességet a szövetség, és a szövetség igen, hogy elengedik, és egy évig még Fradi edző, emiatt nagyon nagy közfelháborodás lett, amit én egyébként nem értek, mert ha körbenézünk, akkor mondjuk Theodoros Vlahos eddig csinálta, ugye most a Gyalaz olimpiákhoz, hogy eddig csinálta, és már más országban is volt, és van is olyan szövetség, kapitán edző másik klubnál. Neked erről mi a véleményed? Ez probléma? Pont, hogy nem probléma? Savic is most lett edző egyébként Szerbiában a télen. Értem, és én ezzel úgy vagyok, hogy nem azért lesznek fradisták majd a válogatottba, mert a válogatott, vagy a szövetségi kapitány a Fradinak a vezetőedzője. Nem azért lesznek benne a fradisták, azért lesznek benne a fradisták, mert a Fradi megteheti azt, mint klub, hogy összeigazolja azokat a játékosokat, akikben válogatott potenciál lehet, és az, hogy van egy olyan edzője, mint a Varga Zsolt, aki meg már ki tudja hozni az emberekből az a potenciált, és eredményre tudja váltani, azok után meg már nem is lehet kérdés, hogy behívjuk-e vagy nem. Tehát a Mertz Tamásnál is volt 7 vagy 8 vagy 9 fradista mindig. Tehát ez emiatt szerintem most az, hogy odaigazolták még a Nagy Ádámot is, meg a Vadovicsot is, most szerintem attól függetlenül a Manherz ugyanúgy benne lesz azért, mert OSC is. Meg, igen. Meg és az Ággyurit is, és az Ággyuri is bekerült a keretbe. Igen. Igen, tehát igen, ez egyébként érdekes, mert szerintem aki ezen fölháborodott, az tényleg a nemzetközi vízilabdát nem is nagyon vetett rá pillantást, tehát ez nem egy példa nélküli történet. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a Fradi projekt, és hogy fog haladni, hogyha Varga Zsolt már nem lesz ott egy év múlva, pláne, hogy az egész stábját hozza magával a Fraditól. Ez két élő dolog, eddig ezen az EB-n összejött, majd meglátjuk. Nyilván a Ferencváros azt se tartom kizártnak, hogy mondjuk elhoz egy Cseh Sándort, vagy akárkit, tehát hogy hasonló volumenű edzőkben, ők erőforrásban, pénzben, szakmaiságban, mindenben ott vannak. Az, hogy ki lesz az edző egy év múlva Fradinál, az másik kérdés. Varga Zsolt jött a... Nem úgy van, hogy... Bocs, hogy félbeszakítanak, szabad ne feled, de nem úgy van a megegyezés, hogy elmegy a Varga Zsolt majd a Fradiból, és a Süni fogja megkapni? Tehát annyi kivalás. Én hallottam ebben, ilyet, nem fix. Én is hallottam, de ebben nem vagyok biztos. Meglátjuk azért. Én se tudom fixre, azért kérdezem, hogy te nem tudod, de akkor majd megkérdezzük tőle. Meg lehet kérdezni tőle. Én nem tudom, hogy ez már most így le van-e zsírozva, papírozva, mondjuk, ahogy szeretnénk, tehát hogy ez már most eldőlte. Meglepődnék rajta, nem azon, hogyha Nyéki Balázs lenne a Fradi vezetőedzője, hanem hogyha ezt már ők most így tudnák. Nyilvánvalóan abból a szempontból lehet, hogy
jó lenne, sőt biztos, hogy ugyanazt vinné tovább. Hát hány mondjuk éve nem, ott van? Nem, igen, tehát hogy ő innen tud mindent. Nem hasonló személyiségek egyébként, ez már másik kérdés, erről meg beszélünk, ha ott vagyunk. Érdekes, érdekes lépés lenne. Mondom, nekem az lenne benne a furcsa, hogyha ezt már így most így lenne, és meg lenne beszélve. Varga Zsolt jött, és gyakorlatilag hozta ugyanazt a kommunikációt és mindent magával, munka, munka, munka. A csapat ebbe bele is állt, egyébként a nyilatkozatokból visszajön, hogy ők is így voltak vele. Sokan mondják, hogy ők a munkába hisznek, meg hogy a legtöbb munka visz eredményre. Varga Zsolt ezt az első betűtől az utolsóig mindig betartja, és az eredményeket megláttuk. A keret kialakítás nagyon érdekes, 15 fős keret. Ugye voltak hiányzók, azért itt se felejtsük el. Varga Dénes pihenőt kapott, Vámos Mártont műtötték. Hárai Balázs szintén pihenő. Mezeinél meg valószínűleg fönnáll az a probléma, amiről az előző adásban beszéltünk. Igen. És ő már nem is vagyok benne biztos, hogy világversenyen fogja képviselni a magyar válogatottat. A keret. Nagyon sok volt benne a fradista. Voltak benne fiatalok, és az igazi fiatalitás is megtörtént. Kevés center, sok univerzális játékos. Amikor kijött a keret, még nem láttunk egy darab EB meccset sem, de mire számítottál? Hát én egyébként biztos voltam benne, hogy hát én attól féltem leginkább, hogy minimális lesz a kiállításaim száma, center akció góljaim száma meg a nullával lesz egyenlő az ilyen rangosabb, meg fontosabb meccseken. És hát hál' Istennek Német Tani egy óriási pozitív csalódás volt számomra, ugyanis akciógól, kiállítás halomszámra, és amit ugye vártunk így a keretből, hogy majd a Fekete Gergő be fog menni második centerbe, vagy egyből centerbe, és majd ő fog próbálkozni, az ugye jött. Igazából jó. Tehát szerintem az Európa-bajnokság jelenlévő csapatai közül, így ha azokat nézzük, akik fiatalítottak, ugye a szerbeket, meg a Montenegro is fiatalított, aztán akiknél pedig csak ilyen egy-két ember cserélődött ki, mert mondjuk a nagy nevek pihenőt kaptak, szerintem ha emberekre bontjuk le, akkor is mi jöttünk ki a legjobban. És ugye ezt az eredmény is mutatja azért. Szerintem egy nagyon kis acélos csapatot sikerült összeválogatni. Hát ezt az eredmény is mutatja abszolút. Nekem a nagyon szembetűnök voltak már azon az egy horvátországi edzőtáborban lejátszott hivatalos meccsen a horvátokkal. Az, hogy itt mit hoz magával Varga Zsolt a Fradiból. Nyilván az emberek mások, és erre kíváncsi is voltam, hogy mondjuk hogy fognak szerepelni az az egy-két játékos, aki még soha nem volt Varga Zsoltnál, mert ugye a keret nagy része az vagy a Fradiból játszik, jelenleg is, mint például Zalán. Kíváncsi voltam, hogy mit hoz ki Manhel Krisztiánból. Ő azért volt nekem kérdés, mert ő volt egy évet a Fradiban, de borzasztó rosszul sült el. Onnan ment az OST, tehát ő a nagy bevásárlásnál megjött a Fradiba, és ha jól emlékszem, bajnoki döntőn volt, hogy ő volt a kimaradó a keretből. Nyilván egy Varga Dumi, Stefan Mitrovic mellett nem nagyon van neked helyed, de hogy ott nem volt rendben. Most nyilván az emberi kapcsolat, az arról nem tudunk semmit, hogy akkor milyen volt, volt-e probléma, van-e most, de nagyon jól beleillett. Angyal Dani, talán az egyetlen válogatott játékos, akivel még nem dolgozott a Fradi, és ugye a nyáron OSC-be igazolásod, mert tudjuk, hogy most se fog. Jansik Szilárdot visszahelyezte kettes pozícióba, tehát rossz kéz hátulra, és egyébként meg megfordult mindenhol máshol is, de mindig ott kezdett, akár csak a Fradiban, tehát hogy a Jansik Szili kérdés, ami az volt a világbajnokságon, hogy akkor őt hogy és hova tudjuk betenni, azt megoldotta, és csapatkapitány ő volt, és egyébként a torna legjobb játékosa. Tehát, hogy ez mindenképpen jött. A center játékosról én is féltem. Ág Gyurinak sajnos, ha jól emlékszem, csak egy meccse volt. Ezt valamilyen szinten keveslem, valamilyen szinten meg úgy van vele az ember, hogy
és mikor játszott volna többet, a negyeddöntőbe, az elődöntőbe, vagy a döntőbe. Varovics ugye nem lett volna kerettag, Pól lett volna kerettag, így a másik kimaradó is adott volt pontos helyzetekre. Búrjánnak egy kicsit alakítottak is a játékán, de ugyanakkor a gyors lefordulásra épülő erényei meglettek hagyva, tehát próbált, nyilván nagyon kevés idő volt, és próbálta egyénileg mindenkinek a pozitív tulajdonságait kiemelni, és a csapat hasznára hajtani, úgy, hogy abból mégiscsak egy egész legyen. Ugye veled hívva nagy... döntés. Igen, és a... behívta már Nagy Ákost is, kereten kívüli meghívottként, a horvátok ellen játszott, és labdaszerzés után végig menve gólt lőtt, ez azt gondolom, hogy óriási dolog. Most nyilván az EB még nem volt neki, hely, kíváncsi vagyok, hogy a következő válogatott összetartáson ott lesz-e. Ez az első igazi fiatalítás Manherz Krisztián óta. Tehát ilyen Mersz Tamásnál nem történt. Mersz Tamás nem hívott be szerintem talán 20 év alatti játékos sem a válogatottba. Szerintem egy ritka alkalommal volt, se. Ritka volt. Szerintem amikor, egyáltalán nem volt. Tudod mikor? Amikor a tavaly télen, amikor behívta a Vincét meg az Eriket. Igen. Igen. Az volt de akkor, igen, de jó, de akkor két válogatott keretet csinált. Igen, abba de akkor volt másik. Jó, de benn volt. Igen, de a nagy válogatotthoz tartozó bő kerettel gyakorlatilag nem tudsz ilyet mondani. Igen, ez az alkalom ilyen volt, számold össze, hányan játszottak belőle válogatott mérkőzést. Molnár egyik nem debütált, ha jól emlékszem, mert Szamás alatt. Vigvár Vince nem debütált, mert Szamás alatt. És egyébként igen, tehát Benedek Tiborig kell visszamenni, ha ilyenre gondolna az ember, pedig voltak nagy tehetségek. Igen, Monherz Krisztián ott lett beépítve, Zalánki is ott még ugye nagyon fiatalon, 20-21 évesen, előtte pedig Vámos Márton 18 évesen hívta be Kemény Dénes. Tehát nem nagyon van fiatalitás nyilván, tehát ilyen formában nem, ez az nagyon érdekesnek tűnt, és tényleg mindenkit a jó helyre rakott. Vigvári Vendelből például visszavett a támadó játékából, én azt láttam, hogy megpróbálta sokkal inkább, nem mintha nem lenne csapatember, de nagyon sokat kellett neki a piszkos munkát ellátnia, védekezés nagyon sokat szerepelt rossz kéz oldalon, nem is lőtt egyébként sok volt a döntőben, lőtt egyet, talán az előtte való két meccsen nem. Konarikot inkább szabadjára engedte támadásból, én azt láttam, akinek ott ki is jöttek az erényei, és itt végig lehetne menni nevenként. A lényeg az tényleg, hogy mindenkiből megpróbálta kevés idő alatt a pozitív tulajdonságait beletenni, és mégiscsak egy rendszer legyen, és ez olyannyira jól sikerült, hogy tehát én azt, hogy megvertük a szerbeket, jó két megfiatalított csapat, akkor is nagy eredmény, a negyed döntő is érdekes volt, de szerintem az elődöntőbeli győzelem a legnagyobb fegyvertény, mert ez korlatilag majd, hogy nem a lehető legerősebb spanyol válogatott volt, amelyik jött, amelyik évek óta együtt van. Ők nem nagyon fiatalítottak. Ők nem nagyon fiatalítottak, most nyertek frissen VB-t, tehát azért olyan nagy teljesen jól sikerült nyerni. Onnan egyébként még nyilván egy Nagy Ádámot ki kell emelni, akinek abszolút. Szerintem, akit, mert ő be lett hívva már Benedek Tibornál nagyon-nagyon fiatalon, és hosszú évek teltek el, úgyhogy a klubjában nagyon jó volt a válogatottban, pedig nem tudta ezt hozni. Ennek valószínűleg lelki okai voltak. Én tőle várom azt, hogy illetve neki most szakadt át egy gát a válogatottban ezen az EB-n, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Fradiban mi lesz, mert ha neki kiaknázzák a képességeit, és mindent, amit az Ádám tud, az csatasorba lesz állítva, hát akkor ott húzhatják a falangszot az ellenfelek. Akkor mi csinálunk vele egy portrét. Mondjuk például. De tényleg viccet félretéve a Nagy Ádámot ajánljuk minden kedves nézőnk és vízilabda szerető figyelmébe, mert a Fradiban egy olyan átalakuláson fog keresztül menni most az elkövetkezendő szezonban, ami brutális lesz. Tehát tényleg. És azért ez remélem, hogy jobban be fog jönni, mint amit tavaly jósoltam a felvezetőben a Pető Attilával kapcsolatban, bár azért
Ennek nagyobb a valószínűsége. Mindegy, az átigazolásos adásunk még nem most van, hanem valószínűleg a következő, vagy az ezutáni lesz. Így van. Válogatott. Német Toni mindig egy kiegészítő ember volt a Fradiban, soha nem ő volt az első számú center egyébként, soha. Mindig volt egy, legalább, hanem kettő nála többre tartott és jobb center. Mindig. Tehát Szlobodánik is, Szidányi Balázs, Mezei, Bikári, mindig megfordultak itt olyanok, akik Toni előtt voltak. Most kijött Varga Zsolt úgy, hogy egyetlen egy centere volt, és az ő volt. Mert ugye Ág Gyuri nem szerepelt a fontosabb mérkőzéseken. Életet formáját játszotta. Tehát én nagyon... szerintem OB1-es középcsapatok ellen láttam utoljára ennyi center akció gólt lőni. És az ítéleteket is hozta. Nyilván volt, amikor elfáradt, akkor belement talán olyan szituációkba, amiben nem kellett volna. Amiben mondjuk lehet, hogy egy két perccel előtte nem ment volna bele, mert már elfáradt, meg kifőtt az oxigén az agyából, de tényleg én is ezt mondtam az elején, hogy pozitív csalódás volt, de, és nagyon durván az volt. Működött ő is, és működött az a hibrid is, hogy amikor nincs ő bent, akkor megy valaki más. És ebben mégiscsak rendszer volt, nem az volt, hogy mert ezt kérik az edzők sokat, hogy akkor menjen be más, ebből szokott az lenni, akkor ketten-hárman ott vannak. És akkor már egymás hegyén hátán. Ez a Fradiba is látjuk, hogy működik, ez Varga Zsolt előszeretettel veszi elő, ha éppen nincs centere, vagy éppen játékot akar változtatni. Itt is az volt, hogy jó, akkor van egy Fekete Gergő, egy Jansik Szilárd, egy Angyal Dani, akit még nem használt erre, de most használta, és egy Nagy Ádám, akit a jövő évben már fog. Nagy Ádám nagyon sokat centerezett, és ami még érdekesebb, hogy játszott a rossz kéz oldalon is. Hát eddig ő bekket meg kapás oldali játékos játszott egész pályafutásában, a legtöbbet ezen az EB-n a másik két poszton szerepeltették. A rossz kéz oldalon, ahol nagyon jól védekezett, és a spanyolok ellen, ugye, ahol a meccs legjobbja volt, három góljából talán kettőt is rossz kéz hátsóból szerzett, és ment centerezni. Igen, és ment centerezni nagyon jól. Tehát ez a hibrid, akkor oké, akin a back van, az nem megy, és bent tartunk két-három olyan játékost egyszer a vízbe, aki mehet. Errefelé tűnt el a vízilabda, errefelé játszik Varga Zsolt is, a Fradival is, ami... Hát igen, ugye Varga Zsoltnak ezzel már van egy év, vagy inkább több év tapasztalata, ugye a Fradival ezt már régóta csinálják. Igen. Ja, és ugye a Molnár Erik, aki szerintem szerintem többet hozott ezen az ebben, mint amit várni lehetett. Tehát az, hogy újoncként is nem csak a két gólya miatt a döntőben, nagyon stabil volt. Nyilván ismerte a rendszert, nyilván ismerte a stábot, sok mindent, de azt a feladatot, amit rábíztak, és rá lehetett bízni, nagyon-nagyon-nagyon stabilan hozta. És ez egyébként a legtöbb játékosra igaz, tehát csapatként volt ez nagyon jó. Én azért aggódtam az EB előtt, hogy oké, de ha vezérnek kell lenni, akkor ki lesz az. Voltak nyilván jelöltek, Manhersnek mondjuk a rosszul sikerült VB után, vagy egy Jansik hogy tud fölállni, na ezek a játékosok abszolút húztak, a fiatalok meg mindig hozzátettek csak pont annyi fiatalos lendületet, amennyit tudtak, ez az EB döntő végére elfogyott, de ezzel semmi probléma nincsen szerintem. És egyébként szerintem az egész csapat azért volt nagyon jó, meg azért játszom nagyon jól, mert így, hogy nem voltak ott a nagy ágyúink, vagy hát az öregek, az öreg nagy ágyúk, ugye a Hárai, Dumi, meg a Vámos, így a fiatalokban sem volt szerintem az, hogy akkor a Jansik Szili mondta egy interjúban, hogy a Dumiról ugye ő azt gondolja, hogy az az ember, akinél a labda a legjobb helyen van, és most bejön egy fiatal a válogatottba, aki mondjuk még nem játszott együtt a Dumival, például ugye a Konarik, és ugye ő is csak ennyit tud, hogy az az ember, akinél a labda a legjobb helyen van, akkor ugye mindenki tömni fogja a Dumit, meg a Vámost, meg a Hárait labdával. Szerintem egyébként ez is lehetett egy kulcsa annak, hogy a fiatalok felmertek vállalni azért a helyzeteket, amíg nem biztos, hogy mindig mertek volna, vagy mennének. Ez egy tök jó dicséret, azért szerintem ez ennyire tisztán nem így volt, mert ott volt az Alánki Gergő, akit tömtünk labdákkal. Egyébként az Alánkinak szerintem nem volt olyan jó EB-je, nyilván mindenki tudta, hogy őt kell kivenni, és levegőt venni se hagyták. A döntőben szerintem kifejezetten voltak olyan momentumok,
ahol ő annyira az élére akart állni, és a csapat az élére akart tenni, hogy olyan helyzetben is döntést hozott, vagy nagy szerepet akart vállalni, amikor nem neki kellett volna. Tehát volt egy-két olyan lövés, amit jó szándék, meg nagy akarás, de nem kellett volna, vagy nem így kellett volna. És azért ezeket a játékosokat, a Konorik Ákos mondjuk nem, de a legtöbben azért már egy, játszottak a Dumival, tehát a Fradiból tudják, kettő, a Vigvári Vendel Fekete Gergő VB döntőt játszott már, VB, bocsánat, BL döntőt játszott már, a Molnár egy kicsit volt ebben a BL szezonban, tehát ők ezt azért tudják, és itt volt egy Manherz Krisztián, aki azért nem a Dumi, de hasonló poszt, és nagyon-nagyon érdekes volt, igen, center játék. A védekezésben abszolút jött ugyanazt a zónát játsza a Fradi, mert az M zónával kacérkodott, esetleg fél M zónával a ciklusa vége fele, vagy a szövetség kapitányságának vége fele. Ezt abszolút nem meg se próbált alkalmazni Varga Zsolt, talán amikor talán döntőben, mintha egy picit elővette volna meglepetés fegyverként. De ugyanaz a védekezés, ugyanazok a dolgok, én azt gondolom, hogy ez jó lesz. Nyilván mi mást mondana az ember egy ezüst után. Fogásom a nagyszerűen védett. Szerintem mondjuk a döntőben annyira nem ment neki, de egyébként meg végig jól védett. Tehát az, amit a VB-n... Igen, azt, amit a VB-n nem jött ki belőle, az most kijött. Jó, azt látni, hogy emberleg is együtt vannak, és Cseh Sándor mondta azt, hogy ugye van három kaszt, vannak az idősebb játékosok, akik most nem voltak itt, de kaphatnak egy új motivációt és egy új lendületet, és ugye hozzájutároznak még igazából azok az idősek is, akik itt voltak, és érzik, hogy ennek részese akarok lenni még. Igen. Mindenképpen. Akár olyan is, aki már 30 fele megy, és akár a német tojnak is adhat még egy nagyobb lendületet, hogy tessék, be tudok kerülni a válogatottba, egyébként sem állunk jó centerekből. Gyerünk. A fiatalok, akik itt voltak, esetleg most először, Fekete, Vigvári, Ág Gyuri, igen. Még a Burján Gergőt is ide sorolnám, meg nyilván vannak még, akik meg benne akarnak ebbe maradni, mindenképpen, és vannak azok, akik kívül ragadtak most, de akár meg az olimpiáig odaérhetnek. Vannak az U18-as VB győztesek, akikről közül szerintem mondjuk még az olimpiára utazni nem biztos, hogy fog játékos, de biztos, hogy ez nagyon motiváló, és oda akarnak kerülni a keret környékére. Ott meg nem azért lehet. Nem fog az olimpiára U18-es utazni, mert még van egy U19-es is, akikről majd a következő adásban fogunk beszélni, mert addigra végeznek az EB-jükkel, ami megint csak egy nagyon komoly brigád. Igen. Molnár Erik ugye még oda is tartozik. Ő már onnan benn van a vérkeringésben, és vannak még mondjuk olyan peren elmaradt játékosok, akik még nem kerültek be, de szeretnének, akár csak az U19-esek, akár mondjuk egy Csacsoszki Erik. Például. Mondjuk a bőkeretbe se. Nem tudom, hogy van-e még a válogatott közelében, hogy van a válogatott ambíciója, mondjuk már nem ehhez a kaszhoz tartozó, de Erdélyi Balázsnak. Úgyhogy egy új projekt van, és egyelőre jó a projekt. Aztán igen, egyelőre bejön. Hogy hova végre válogatott. Bejön mindenkinek, igen. Akkor beszéljünk még a Magyar Kupáról UP-ba. A Serdülőben a Fradi nyert, IFI-ben pedig az UVS-e. Melyikkel kezdjük? Serdülő, szerintem. Jó, a fiatalabbakkal. Az volt később egyébként. Azért ebben azt gondolom, hogy volt meglepetés. Tehát a BVSC a felkent legjobb csapata ennek a korosztálynak. Csak nem nyerte meg a Magyar Kupát. Igen. És igazából így el is mondtál mindent. Köszönöm. A Final Four-nak a kimenetele az volt, hogy volt egy UVS-e BVSC, volt egy Fradi OSC, és az UVS-e kikapott a BVSC-t 7-13-ra, a Fradi megverte az OSC-t 10-9-re, ami már egyébként azért az is tud lenni egy meglepetés, mert azért ez a
az OSC serdülőse rossz, meg az se gyenge. Ez egy jó csapat egyébként, főleg a hetesekre támaszkodnak, és van egy-két jó hatosuk. Igazoltak most a Honvédból is, ha jól tudom, tehát ők egy jó kis csapat. Eljutottak a négyes döntőig, itt már azért nem feltétlenül volt sok babér. Az UVS a Pécsen keresztül jött, az talán egy meglepő eredmény volt, de itt voltak. A BVS-től meg a Fradiról gondolom, hogy érdemes beszélni. A BVS széle igazolta az egyébként már két másik pesti csapatban is megforduló válogatott center Regős Vincét, amivel ők azért így egész stabilan állnak centerben. Egyébként jött még szép Halmi Iván is a Miskolcból, szintén meghatározó játékos volt ott. Igazából a statisztikákból látszik, hogy ha Balog Botond és Tátrai két válogatott játékosot 6 és 7 per nullát lő, úgy nehéz. Nyilván így is összehoztak 10 gólt. Simon Balázsnak volt egyébként nagyon jó hétvégéje, mind serdülőben, mind ifiben. Ő ugye kerettag lett volna, pont csapattársa Doroszlai Zalán helyett a 2006-os csapatnál, de Covid miatt nem tudott menni benne, biztos, hogy nagy most a bizonyítási vágy. A Fradinál pedig nyilván a balkezesekre építenek, a 2007-esekre, még ezen kívül ugye Paján Bella család, a két balkezes, Zeman és Simon, valamint ott van Bakúja Bence, aki pont a BVSC-től jött, és igazából jött egy extra kapus teljesítmény attól a ballától a Fradi kapujában, a döntőnél, aki azért szerintem nem a legjobb kapus, de most nagyon összejött. Igen, egy 26 lövésből 16 védés. Ez egy 62%. Igen, az 62. A Haverkamp Bence, aki válogatott játékos, és ugye hazaigazolt Magyarországra a Fradiba, most a döntőben neki nem volt meccse, de átnyertek, és ez még fog csatlakozni egy Lugosi. Igen. Úgyhogy azért ez egy nagyon masszív valami lesz. Az. Azért az a Fradi, az hát bajnok esélye. És nem volt itt a Kási. A válogatott a kényelmét, nem jutott be a négy közé a Kási. Akik nagyon jó csapat, és ugye Tóth Andrés is még hiányzott, és egyébként kiesett ugye a Pécs is. Őnekik is jó esélyeik vannak, a Vasast se írnám le, van egy-két játékos, akit ott lehet építeni. Itt így most a bajnoksága top 1. Ezt akartam megkérdezni. Nagyon-nagyon magas szintű lesz, és nagyon magas színvonalú, és hát ez egy nagyon jó korosztály, hiszen világversenyeiket meg szokták nyerni eddig mindig. Most így éjgyomorra váratlanul megkérdezem tőled, csak a Magyar Kupa után, még a szezon kezdése előtt, hogy mondjuk melyik az a csapat, ne győztes mondj, hanem aki a legjobb négyben lesz. Melyik az a négy csapat, amelyiket a legjobb négybe várod serdülőben? Nem tudom, lehet, hogy... Kezdjem én, addig kitalálod? Kezd, igen, kezd. Azt gondolom, hogy az itteni két döntős, pláne, hogy még a Fradiban többen lesznek egy Lugosival, a Fradinak a négy között a helye. Igen. Optimális esetben a majd hazatérő Nyéki Balázs lesz az edző. Most ugye a fiatal Felkai Matyi vitte a csapatot, meg Szűs Levente. Az egy fieldző, azt gondolom, hogy a BVSC most elveszette a Magyar Kupát, ezzel talán ők is tudják azt, mert lehet, hogy eddig ők is úgy voltak vele, mint mindenki más, ami azért nem olyan biztos, hogy egészséges, hogy jó, hát ebben a koroszában mondjuk a legjobbak. Most már ők is tudják, hogy ki tudnak kapni. Ezt azért jó, ha elhiszi az ember, hogy így van, nyilván az a jó, ha mindig nyerni megy, tehát azért ebbe az alany középidat meg kell találni, de azért most már ők is tudják, hogy sebezhetőek. Ennek a két csapatnak ott kell lennie. Az UVS-t és az OSZ-t, akik itt voltak, én nem számítom ide. Én azt gondolom, hogy a szezon második felére legkésőbb, mert ezekkel a játékosokkal még nem játszott, hiszen a játékos keret nagyon sokat változott, így együtt még nem játszott sokat a Pécs, akiknek szerintem nagyon masszív játékos keretük van, játékos keretet tekintve jobbak is, mint 2 éve voltak, ennek idő kell összeállni, tehát nem lepődik meg, ha esetleg még az első hónapokban nem úgy menne a dolog, de ha ez a játék összeáll, szerintem a Pécs ott lesz a négyben. A negyedik csapatnak pedig még egy olyat mondanék, aki most nem volt ott, az pedig a Kási.
Igen. Válogatott kapussal, ráadásul úgy tudom, hogy a másik válogatott kapus is majd oda fog igazolni, ha jól tudom, fél évkor. Tatabányáról a Borbé, Sanyi, ha minden igaz, és ott nagyon sok kell bemutatni. Tehát a VB MVP ők mondjuk Nagy Zalány ott van, Mérő Alex, Szirtes, az is egy jó keret. Én azt mondom, tehát én ezt a négyet várom abba, hogy ők lesznek a legjobb négy csapat, mikor áprilisban eldől a bajnoki cím sorsa. Ugye ezen belül mi, azt mondom, hogy szerencsejáték már megtippelni, azért nem is így kérdeztem, de még az, hogy ki lesz a legerősebb négy, azt így nagyjából be lehet. Igen, hát nem tudom, én egyelőre csak azon gondolkoztam, hogy az UVS helyett berakni egy KS-t, és ugyanez, de most, hogy feldobtad a Pécset is, én is elkezdtem most gondolkozni, és lehet, hogy megint megegyezik a vélemény. Biztonsági játékos vagy. Nem, szépen nem. Lassan levezettem, te meg csak köszönöm, egyetértesz. Jó, hát ha így gondolok, akkor persze. De az a baj, hogy levezetted, és nem tudsz ezzel mit kezdeni. Tehát ugye én úgy tudom. Volt a tavalyi helyzettel, úgy voltunk tavaly évvégén, hogy jövőre, amikor beszélgettem ugye a csapattársainkkal, akik meg serdülők is, hogy jövőre azért erős lesz, mert ugye akkor még úgy volt, hogy a Haver Kampenc az UVS-ébe megy, de közben ugye Fradi lett belőle, Tatabányáról is megy egy kapus a KSI-be, úgyhogy a KSI az nem tartja magát a legjobb négybe. Úgyhogy igazából igazolások vannak, nagyon sok játékos mozgás volt ahhoz képest, hogy ez egy serdülő bajnokság. BVSC szerintem biztos, a Fradi ezzel a brutál elős csapattal szerintem biztos, és a másik kettő helyre én azt mondanám, hogy az UVS-e, az OSC meg a Pécs, ez a három csapat fogja, ebből a három csapat közül az akkori legjobb kettő fog kikerülni, vagy bekerülni. Tehát akkor a KSI nem kerül be, most azt mondom. Tehát azt mondtad, hogy BVS, akkor négy. BVS, KSI, és ebből a négyből kettő? Ebből a négyből még kettő, igen. Jó. Úgyhogy ha a Final Six lenne, akkor meg lenni. Akkor meg. De nem az van. Hát jó, hát nem a Final Eight-et kell megmondani, hanem hogy ugye nyilván azon belül a legjobb négy. A serdülőt én azt gondolom, hogy befejeztük. Egy nappal korábban volt az IFI, ahol a Vasas élet a bronzérem, nekik ebben a korosztályban szerintem még érmük sem volt, most már van. Az UVS-e az ezüstérmes általában a KSI mögött ebben a bajnokságban. Két évvel a magyar kupában ugye az elődöntőben találkoztak, ezért ők mindenképpen harmadikak lettek. Ők ezt most meg is nyerték. Talán első számú trónkövetelők egyike. A szerintem megerősödött, és csak majd ennél is jobb levő, vagy jobbá váló BVSC lett az ezüstérmes. Egy nagyon kaotikus meccsen az UVS-e vezetett olyan 4-5 gólokkal is, aztán mégis büntetőkkel nyerték meg. És ugye a Pécssel mi lettünk a negyedikek. Hiányzott a KSI, akik szerintem mindennek ellenére a korosztály legjobb csapatának vannak, aki kiáltva, de ha a BVST-t meg lehetett verni egy meccsen, akkor egy meccsen meg lehet verni a KSI-t is majd, akár a bajnokságban, akár esetleg egy elődöntőben vagy döntőben is. De ne a KSI-ről szóljon, az a Final Four, ahol nem voltak ott. Az UVS-e nyert egy egyébként nyögvenyelős meccset a Vasas ellen az első elődöntőben, amit végig kontrolláltak, de volt, amikor a Vasas visszajött, és ott ugye Borics Bencének jött egy cserése, miután rezgett a léz, de behúzták. És az UVS-e nagyban épít az egy év kiadás után visszatérő Tamás Kevírre, rossz kézoldalon főleg a Ionescu Erikre, és a Besenyei Áronra, akinek szintén nagy kiadása volt. Van két nagyon jó centerük, és egyébként Vince Balázs irányítja a csapatot, ami azt gondolom, hogy szintén sokat tesz hozzá. A Magyar Kupa náluk landolt, a BVSC szerintem nagyon komplett, a hatosokra támaszkodnak, és egyébként vannak jó négyesek az összes poszton. Ugye a balkezes center Reményi Roland, de hát van még két-három centerük gyakorlatilag a többi korosztályból, akik közül most volt, hogy nekiben sem volt a keretbe. Mészáros Bálint, aki épp, hogy kiesett csak az utazókeretből,
az U18-nál. Na, Ő nagyon jó Száros volt. Bálint. Sajnos Nézd pont Száros a, Bálint. pont a Pése volt a legjobb formája. Ennek nyilván Államon is jó volt. Igen. Uh-huh. Őt szerintem őt pozitív értelemben dühítette föl az, hogy nem került ki. Igen, abszolút. Van a visszatérő Balogh-Botti, ő szerintem még keresi magát, ez a serdőn is látszott. Azért két világverseny ilyen nyár után várható volt, hogy jön majd egy visszaesés, ezzel sem probléma nincsen. Nagyon tág a keret, és még jön bele egy Alpes Viktor, aki a korosztály legjobb kapusa, meg a korosztályban jelenleg a világ legjobb kapusa is. Úgyhogy ez a BVS nagyon, nagyon erős lesz, én azt láttam, meg tapasztaltam test közelből is. Egyébként, akitől még érdemes beszélni, vagy érdemes majd később figyelni rá, az a Balogh Matyi, akit szerintem nagyon alul értékelnek, vagy alul értékelünk. Soha nem szerepelt itt a korosztályos válogatottakban. Egyébként itt se volt a legjobb ezen a Final Four-on, de egyébként szerintem egy nagyon jó játékosok a BVSC kapás oldalán. Úgyhogy ők is egy nagyon komplett csapat. A Vasas támaszkodik főleg az ötösökre, és a most már felnőtt kerette a Herceg Gergőre. Ők szerintem nagyon kétarcú csapat, tehát ők szerintem ők nagyon tudnak magasan és mélyen is lenni. És amellett, hogy a másik három csapatról te mit gondolsz, meg mit látsz, Babonából én nem mondanék semmit a Pécsről, azt meghagyom úgy, ahogy van neked. Hát figyelj, ugye átalakult, vagy hát valamennyire átalakult azért így, hogy nem volt a Roli meg az Andis, ugye két... Az Andis volt? Andis volt már? Andis volt már. Akkor Roli nem volt, bocsánat. Ja, tényleg hülye vagyok, a Balogh Botti is volt. Tehát így, hogy a Roli nem volt, ugye a Slézia Dávid is abba hagyta a vízilabdát. Én eligazoltam, úgyhogy azért nagyon jól ismerem a csapatot. Hát azt sajnálom, hogy a meccset nem tudtam megnézni élőbe. Azt nagyon sajnálom, és egyébként meg szerintem, akkor most én kezdem a csap, vagy a legjobb négyet. Hát ugye a Kási, az egyértelműen, és egyébként szerintem évvégén olyan lesz a Kási, mint a Vígvári Vince és Molnár Erik féle UVS-e 2003-ba. Szerintem az lesz majd ott a leforgás. Aztán akkor ugye az UVS-e, ugye ők is nagyon jót mennek, a BVSC, és a negyedik helyre, meg ugye most ugye a Pécs volt, ott van még egy Vasas, ugye, akik harmadikak lettek, őket még nem említettem. Hát, kik vannak még ifibe, akik? Az Eger is egy jó csapat lehet. Aztán, nem tudom. Szerintem itt nagyon masszív a keret, itt nem 6-8, hanem 8-10 csapat van. Ja, szerintem 8-10 csapat van, akik közül mondjuk én hármat innen ki tudnék jelenteni, hogy ki lesz a legjobb négy. Hát azt gondolom, hogy a Kársinek ott kell lenni, az UVS-e, még az UVS-ében annyira biztos nem tudjuk még a Magyar Kupa győzelem után sem, szerintem nekik mondjuk a kis padjuk egészen rövid. A bajnokság meg hosszú, ezt majd meglátjuk. Egyébként a Szécsi Marci nem volt náluk, aki válogatott centerük. A BVSC kerete szerintem nagyon masszív. Brutális egy csapat lesz. Tehát a BVST-t és a Kásit én nem tudom elképzelni, hogy ne legyen benne a legjobb négyben. Van Eger, akik nagyon jók. Van Szeged, akik tavaly is erdülő bajnok, szintén nagyon jó. Az OSC Szolnok az határeset. Azért a legjobb négyre nem predesztinálnám őket, de egy-egy meccsen sok csapatban elkaphatnak. Igen, olyanok lehetnek amúgy, mint tavaly a Pécs volt felnőttbe, nem? Igen. Akkor van egy Vasas, akik szerintem a konzisztens jó teljesítmény nem fogják tudni hozni, lesznek kisebb-nagyobb fellángolásaik és hullámvölgyeik. Ha mondjuk a szezon végére jön a fellángolás, akkor a legjobb négyből náluk is lehetséges. Én tudom, hogy a BVSC, KSI, UVS-e, Pécs négyes tűnik nekem minden legreálisabb. A Vasas esik ki, Vasas megy ki, és a helyére jön a KSI. Igen.
Igen. Ez egyébként reális. Hát ez volt két éve is. Ez volt két éve is. Sokan erősödtek, de szerintem mindenki. Úgyhogy én ezt tartom. Nyilván tényleg az van, hogy most nem az hova, hogy még két csapatot, mint az előbb, hogy igazából ott lehet talán az OS, négyből mondtál, hogy kettő. Hát itt szerintem, hogy az tényleg van 6-8 is, hogy az előbb felsoroltuk. Bármi lehet, igen. Magyar kupa pedig így alakult. Igen. Úgyhogy igazából a témáink végére is értünk, és köszönjük nektek a figyelmet. A következő adásban, ami jövő hét hétfőn lesz, találkozunk. Egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a téma, de majd kiderül. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, kövessetek minket Instagramon, nézzétek az Instagram sztoriainkat, és hát igen, akkor a következő adásban találkozunk. Marci itt volt velem, én Bence voltam, sziasztok! Sziasztok!